Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint Berekfürdőben a strandon. Molnár János polgármester úrral beszélgetünk, mögöttünk azért már néhány dolgot elárulunk a beszélgetésünk tárgyából, hiszen pár hét és kezdődik a strand szezon. Itt most javában zajlanak az építkezések, hogyan állnak? Így van, ahogy mondja, hogy pár hét és kezdjük. Nagyon várjuk, ugyanakkor, mint minden ilyen helyen, kicsit gondban is vagyunk, mert az idő az nagyon szorít minket, bár az idő rettentően kegyes hozzánk. Ahogy szeretnénk, ahhoz képest nem túl jól, de összességében pedig azt mondom, hogy nagyon jól állunk. Úgy látjuk, hogy a nagyon régóta várt beruházás az most már ténylegesen megvalósul, és nagyon jó lesz, reméljük, hogy nagyon sokan fogják ezt élvezni, és sok mindenkinek sok jó örömet, sok szép napot fog okozni. Ez a medence, ami most elkészült, az úgynevezett ifjúsági vagy élménymedence, a nevében is benne van, hogy elsősorban fiataloknak, családosoknak lett tervezve, ami nagyon régóta hiányosság, régóta várja nem csak Berekfürdő lakossága, hanem az a nagyon-nagyon sok ember, aki Berekfürdőre jön. A másik dolog, ami itt a nagy fák alatt állunk, ami majd árnyékot fog adni, itt említette, hogy ez is egy nagyon jó dolog, és ehhez mindenképpen ragaszkodnak, hogy ez a több hektáros fás terület ugyanígy maradjon. Igen, így van. Ez egy olyan csodálatos örökségünk, amit kaptunk elődeinktől, amiért csak hálával és köszönettel tudunk rájuk gondolni, ami egyrészt most Berekfürdő és strandnak nagy előnye, hiszen ezek 50-80 éves fák legalább. Ha bárki utol akar érni minket, akkor ez 50-80 évre van szüksége. És ahogy itt szét is nézünk, igyekeztünk a beruházásnál, és a korábbi testület, illetve fürdővezetőség is azon volt, hogy csak azokhoz a fákhoz lehetett hozzányúlni, ami ténylegesen az építés a medence területére esik, minden más megóvni, hogy ez árnyékot adjon, jó levegőt adjon, és törekszünk is arra, akár a testületagokkal beszélgetünk erről, akár a fürdő vezetőségével, fürdő dolgozókkal, hogy ezt az örökséget, ezt tovább tudjuk vinni, tovább tudjuk adni, tehát pótolni másik irányban lehet is látni olyan fiatal fákat, amiket igyekszünk pótolni, hogy unokáink, ükunokáink is elmondhassák, hogy mi is kaptunk olyan örökséget, hogy 80-100 éves fáink vannak, hiszen egy fürdőnél ez egy megfizetetlen előny. És hát azt gondolom, hogy az is, amiről szoktunk beszélni, hogy családok szeretik önöket választani, mert éppen emiatt a környezet miatt kisgyerekesek, idősebbek nagyon szeretnek jönni itt a fák alatt, megpihennek, madárcsicsergés most is hallatszik. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy megfizethetetlen, és ez mindig értéke volt Berekfürdőnek, és én úgy látom, hogy akkor a mostani testet is ezt szeretné továbbvinni. Ezt feltétlenül, és ahogy említettem, a beruházásnak is ez a része, ez kimondottan a fiatalokat és a családosokat célozta meg, hiszen nyáron ők szívesen jönnek, alapvetően szívesen jönnek Berekfürdőre, és nekünk is fontos. És ezt lehet most azt mondani, hogy ez csúnya gazdaságossági megfogalmazás, de a családosokra azért is nagy szüksége van Berekfürdőnek, mert ez a jövő. Hogyha egy családdal elmegy egy kisgyerek valahova, és ott jól érzi magát. Én magam is így voltam ezekkel a dolgokkal gyerekkoromban. Oda, ha felnő, akkor később szívesen visszamegy majd a saját családjával. Tehát végül is a jövőt építjük ezzel, ami nekünk ma is jó, de ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy unokáinknak is ez lesz fontos. Visszajönnek később saját családdal, ha idősebb lesz, és már itt fáj, ott fáj, akkor már nem csak az ifjúsági medence miatt fog visszajönni, hanem viszont a gyógymedence miatt, ami megint csak egy óriási kincs Berekfürdőn. Itt beszéltünk az ifjúsági medencéről, egy picit majd megmutatjuk a képeken, hogy egy másik nagy része is van ennek a beruházásnak, beszéljünk arról, hiszen eltűnt az a, hát nem is tudom, hogy fogalmazok szépen, az a csúnyaság onnan előről. Igen, tehát retrónak is nagyon retró volt. Lehet, hogy a részét jó lett volna meghagyni, ez a vicc kategóriája, csak mutog, igen, Mementónak. De valóban így van, hogy
nagyon ideje volt már a gyógymedencéket, azoknak a helyét felújítani. Jelenleg erre volt lehetőség a településnek, hiszen akárhogy is nézzük, kis település, és a lehetőségeink azok korlátottabbnak. De nagyon örülünk, hogy a gyógyászathoz tartozó fedett medence és vagy a fedett fürdő is megújul. Abban is lesz új medence is, illetve a régiek felújulnak. Egy hangsúlyozom a pozitívumokat, de azért van olyan része is az életünknek, ami még további feladatokat ad nekünk, ez pedig az, hogy ebben a beruházásnak a keretében a gyógyászathoz nem sikerült hozzányúlni. Kis felújításokat tudtunk bele önerőből készíteni, ez sajnos közel sem annyi, mint amire szükség lenne, meg amit szeretnénk. Hosszabb távú tervénk között az első helyen, magasan az első helyen szerepel, hogy a gyógyászatot egy nagyon jó, nagyon magas színvonalra szeretnénk felfejleszteni, hiszen ez az, ami a településen a szezont azt nyújtja, hiszen most már szomorúan kell ezt elmondani, de szinte csak a turizmusból, idegenforgalomból a település, sajnos az üveggyár megszűnt, ez egy nagyon fájó pont a település életében, önmagában ez megszűnt, és nyilván rengeteg munkahelyet is vesztettünk ezzel. Tehát jelenleg szinte csak a idegenforgalomból, turizmusból él a település, és ez jelenleg azt én Balaton-szindrómának szoktam nevezni, hogy nyáron nagyon sokan jönnek, hál' Istennek, viszont a nyár után ez nagyon lecsökken ez az arány. Ezt szeretnénk nem a felsőt csökkenteni, hanem az alsót felfelé húzni, és ebben a gyógyászat az, ami leginkább segíthet, az ad munkalehetőséget, illetve sok ezek a gyógyászati kezelések, ezek legalább 10 nap, 2 hetes kezelések, akkor szállásra is szükség van, vendéglátásra is szükség van. Ez teremtheti meg azt, hogy ne csak a nyári, hanem az őszi, téli, tavaszi időszakban is legyen vendégberegfürdőn, és legyen megélhetés. Itt említette ezt a megélhetését a falunak, hogy csak az idegen forgalom. Azért az önkormányzat is próbál saját lábon megállni, hiszen nagyon szép a kertészet, amiért már elismerést is kaptak. Próbálnak-e még ott esetleg új dolgot bevezetni? Jól esik, hogyha valaki azt mondja kiválóként, hogy nagyon szép a kertészet és jól működik. Ez valóban így van, hogy harmadik éve a startmunka program keretében, annak köszönhetően működik a kertészetünk. Úgy látom, hogy jó kezekben van a vezetése, amit a jelenlegi körülmények között lehet tenni, azt a jelenlegi vezetője meg is teszi. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy önmagában ez kevés ahhoz, hogyha az állam kivonul a startmunka program mögül, és azokat a támogatásokat nem kapják az ilyen programok, amiket most kapnak, akkor ez nagyon sok településhez hasonlóan Berekfürdőn is nagy problémát okozna, hiszen nem önállóak, nem önfenntartóak. Dolgozunk azon, hogy más olyan tevékenységet bevonni, vagy a megtermelt árukat feldolgozni, hogy ezek minél gazdaságosabbak legyenek, és hosszabb távon szeretnénk mi is elérni azt, amire egy-két példa már van az országban, hogy ezek önállóan állami támogatás nélkül is megéljenek. Tehát említett, hogy próbálkoznak különböző beruházásokkal és munkahelyteremtésekkel. Itt lehet-e már tudni, hogy az új beruházással a fürdőben hány új munkahely teremtődik? Igen, ezeket lehet tudni. Ezeket a konkrét számokat én szívesebben átadnám, igazgató úr beszéljen róla, hiszen nagy vonalakban én is tudom ezeket, de ő naprakész válaszokat tud adni, és semmiképpen nem szeretném elvenni tőle a szót. Egy pillanatra szeretnék kitérni azért arra, ha még lehetséges, említette a környékbeli településeket, ami ugyan a kertészet kapcsán vetődött fel. Ez nekünk, a mostani testületnek is, nekem személy szerint különösen fontos, hogy minél jobb kapcsolatot képíteni a szomszédos településekkel. Akár Karcak, Kumadaras, de távolabb a kis településeket is értem alatta. Nem csak kertészeti szinten, ott is nagyon fontos az együtt dolgozás, hiszen mindenki nem tehet meg mindent, nem építhet fel mindent.
tudunk egymásnak sokat segíteni és átvenni egymástól, hanem Berekfürdőnek a turizmus területén, és itt a fürdő különösen hangsúlyt, nagy hangsúlyt kap, hogy olyan idegenforgalmi kapcsolatokat keresünk a szomszédos településekkel, ami mindkét félnek jó, nekünk is, nekik is. Hiszen eljön valaki a fürdőbe, akkor ha több napra jön, akkor valamikor legalább egy-két napot szívesen elmenne más területre is. Itt nálunk a Tiszató, ami rendkívül adja magát, és a Hortobágy is. Tiszató valamivel közelebb van, csodás világ. Én bele vagyok szerelmesedve a Tiszatóba, de a Hortobágyba is. Mondom ezt olyan emberként, aki egy nagyon szép dimbes-dombos területen nőtt fel, és rettentően hiányzik az első éveimben, itt 5 éveimben szenvedtem az Alföldön, de ezt mondom mindenkinek, aki így van, hogy időkérdése, akaratkérdése, meg lehet szeretni, nagyon meg lehet szeretni az Alföldet. Nagyon szeretek itt lakni, és visszakanyolodva, nagyon-nagyon fontos, hogy a környező településekkel minél jobb kapcsolatot alakítani, ez mindannyiunknak létkérdés. Ne az irigység beszéljen egymásból, hanem az összefogás, akkor haladunk előre. Akkor reméljük, hogy ez így lesz, addig is jó munkát kívánunk Önöknek. Nagyon szépen köszönöm, és szeretettel várom mindenkit. Önöket hívjuk először, próbálják ki az új medencénket, és mondják el minél több fel, hogy ide valóban érdemes jönni. Köszönöm szépen a lehetőséget. A fürdő konkrét beruházásairól Torkos Györgyöt, a Berekvíz Kft. Ügyvezető igazgatóját kérdezzük. Egy picit közelebb jöttünk a már kész medencéhez. Beszéljünk akkor egy picit erről a beruházásról. Milyen forrásból valósul ez meg? Az Európai Unió támogatásával és saját pénzből valósul meg. Nyilván az Észak-Alföldi regionális szövetségnek a segítségével. Nagyságrendben mekkora összegről beszélünk? Ez 600 millió forint összessége, mondjuk a 40% a saját rész, 60%-a pedig segítség. És itt azért már látjuk a csúszdát is, tehát itt tényleg lesznek élményelemek. Mit kell tudnunk erről a medencéről? Ez a medence változó vízmélységű. Van egy 90 cm és van egy 1 méter 20 cm mély része. Ugyanakkor az 1 méter 20 cm mély részen van a két csúszda, ami itt látható. Van egy úgynevezett kamikázé csúszda, amelyik egy egyenes siklással belecsapódik a delikvens a vízbe, és van egy, amelyik itt látszik, ez a kék színű, ez a anakonda, mint a nevében is benne, egy körkörös mozgással lejut. Ez egyébként a látszat ellenére, ez 50 méter hosszú, 48 méter a teljes hossza ennek a csúszdának. És hát a vízfelületéről is el kell mondanom, hogy 500 négyzetméter vízfelület, vízforgató berendezésre ellátott forgatott víz, tehát nem gyógyvíz van benne. Ugyanakkor biztosítjuk majd a nyár folyamán is, hogy azért, mert fűthető is a medence, hogyha hűvösebb idő van, akkor is meglegyen a megfelelő komfortérzete az ide látogató kedves ifjúságnak, meg az időseknek is. Itt nézzük, hiszen ez a gyermekmedence mellett van, hogy nagyon illeszkedik egymáshoz, úgy tudom, hogy a tervezője is ugyanaz. Jól tetszik tudni, igen, a tervezője ugyanaz, illetve hát az egész beruházásnak a tervezője, amelyik a Feredfürdőt is csinálja a főbejárattal, illetve hát a mögöttem lévő élmény és ifjúsági medence is egy tervező, meg a gyerekmedence is. Látszik, hogy egy nagyon autentikus, rusztikus, elég sok fát alkalmazó, látványos látványmedence is, de maga a kivitelezésnek a minősége az pedig kiváló, és ez köszönhető annak, hogy nagyon nagyszerű mesterek dolgoznak ezen a beruházáson. És hát itt említette egy fél mondattal már a bejáratot is majd, hiszen az is készül a téli, ahol télen a bejárat volt, az most már eltűnt, és tényleg egy nagyon szép félkész állapotban lévő van. Az lesz akkor majd nyáron is a fő bejárat, vagy az marad tovább is a téli bejárat? A fő bejárat az lesz, amelyik az új bejárat, de a nyári bejárat az megmarad ugyanúgy nyáron, mint ahogy eddig is megvolt. Tudnilik, a fő bejáraton lehet majd a gyógyászathoz bejutni, illetve hát a fürdőben is, mert ott lesz az öltöző és egyéb olyan lehetőségek, amik nem azt mondom, hogy meglepetések, de bizonyára okoz majd meglepetés sok olyan embernek, aki még nem volt Berekfürdőben, és az lesz az a bejárat, ami télen-nyáron nyitva lesz.
Itt, ahogy jöttünk ide a medencékhez, láttuk, hogy azért már készülnek az árusok is, tehát van, aki már rendezgeti, csinosítgatja a pavilonját. Sikerült-e már mindenkivel megállapodni a május 1-i nyitásra? Mindenkivel sikerült megállapodni arra, hogy kinyitják a pavilonjukat, de az, hogy május 1-én konkrétan kinyitják-e, az rajtuk múlik. Ő, nekik a béleti díjuk az, hogy úgy mondjam, ketyeg, tehát rajtuk múlik, hogy mikorra szándékoznak. Nyilván, hogyha jó idő lesz, akkor valószínűleg, és én azt tartom a legjobbnak, hogyha ők május 1-től folyamatosan nyitva is tartanak, az ígéret szerint így is lesz. És ott lesz esetleg valami újdonság, ami korábban nem volt? Hát nem tudom, ételre tetszik gondolni, hogy milyen újdonságra, ételre, jó. Hát biztos, hogy lesz újdonság, mert van egy olyan vállalkozónk, aki most egy jelentős területet bérel a fürdőben, és ő előre megígérte, hogy olyan újdonságokat fog hozni, amelyik még itt nincs, vagy ha van, annál csak jobbat fog előállítani, ezt, ételt, italt és ilyeneket. Hát akkor ezt majd azt fogja megtudni, aki kijön ide és kilátogat. Tudunk-e valamit mondani már nézőinknek a belépő árak alakulásáról? Tudunk mondani a belépő árának alakulásáról, mert a belépő árának alakulása nem változott. Azért mondtam ezt így el, hogy hál' Istennek egyetértve a testület és a Berekvíz Kft.-nek a vezetése úgy döntött, hogy az idén semmiképpen sem fogunk emelni belépési díjat, télen sem, nyáron sem. Nyilván, hogy a gyógyászaton lévő szolgáltatások száma az növekedni fog. Örömmel jelenthetem, hogy lesz iszapkompressz pakolás is, illetve gyógytorna is. Víz alatti és szárazföldi gyógytorna, 18 év alatti gyógyúszás, azok mellett, ami még eddig is megvolt, tehát nyilván a gyógymasszírozás, elektroterápia vagy fizioterápia, ahogy szokták mondani, illetve súlyfürdő, és hát azok a víz alatti vízsugármasszázs, ami eddig is megvolt, közismert néven Tangentor, ezek most is megmaradnak, azonban egy teljesen, ugyanazon a részen, ahol volt, egy teljesen felújított új gyógyászat lesz, amelyik még nem a mi szájízünknek megfelelő, nem a Berekvíznek, illetve nem a Berekfürdői Önkormányzatnak a szájíze szerint van, de már ez egy 180 fokos fordulat, illetve egy erős olyan gyógyászatot fog jelenteni, ahova már érdemes lehet eljönni télen-nyáron. Ugyanakkor egy vadonatúj, olyan gyönyörű, korszerű orvosi rendelő lesz még itt a főbejárat mellett, amit viszont tartalmaz a beruházás. A többit sajnos nem, de erősen összeszorított fogakkal azon vagyunk rajta, hogy ezt mindenféleképpen, és az önkormányzat ebben nagyon erősen partner, hogy ezt meg fogjuk úgy újítani, hogy nem akarnám elkiabálni azt, hogy milyen szintre, de lényeges szintváltozás lesz a működésben, a gyógyászaton. Akkor ezt várjuk örömmel, és picit beszéljünk azért a kemping, itt van mögöttünk az is, ott tudunk-e valamit mondani már, érkeznek-e már a foglalások, vendégek, tehát a május 1-i hosszú hétvégével hogy állnak? Hát büszkén mondhatom, hogy teltházzal vagyunk, tehát május 1-ére már nem merem mondani, hogy egy helyünk sincs, mert illetve 7 szobánk még biztos, hogy van. 7-es szám, de az összes többi mind elkelt, és azért az nagyon fontos, hogy ennek a új beruházásnak a visszhangja, mint hogy a televízió is és önök a legnagyobb jó szívvel vannak, ennek az eredménye az is, hogy ide jönnek a kedves vendégek, és hát kíváncsiak erre a beruházásra, mi pedig alig várjuk, hogy bemutassuk ezt a beruházást, és a lehető legszebb oldalát ennek a beruházásnak. Lesz-e ez új munkahely teremtés is egyben, tehát lesznek-e új dolgozók? Igen, természetesen lesznek új dolgozók, ezt vállaltuk is egyébként annak idején, amikor a pályázat megtörtént, ennek a projektnek a pályázása. Kötelezően 5 új munkahelyet fog jelenteni, de azért én azt mondom, hogy ennél több lesz, szezonálisan több lesz. Ez a munkahely bővítés és munkahely teremtés, ez nem csak azon múlik, hogy most ezt vállaljuk, hanem azon is, hogy szeretnénk, hogy a vendégek színvonalasan legyenek kiszolgálva, vagy még színvonalasabban legyenek kiszolgálva, mint eddig. Hát akkor várjuk a május 1-ét és a jó időt, és akkor reméljük, hogy hamarosan mindenki megcsodálhatja ezt az új fürdőt. Jó munkát kívánunk addig is önöknek, és egy sikeres szezonkezdést. Köszönöm szépen, és szeretettel várjuk. Május 1-én a mögöttem lévő medencébe már be lehet menni.